Akkor amúgy már élőadásban vagyunk, hogyha szeretné tudni mindenki, a nézőink már látnak minket elvileg. Igen, itt is van a legjobb nézőnk. Szevasz Gábor! Szevasz Gábor! Ez a fotel soron következő adása, amit nem tudom, hogy hányadik. A 9. Nem, én, nem a 8. 9. Te volt a 8. Én voltam a 8. Ez a fotel 9. adása. Köszöntjük köreinkben a fűszeres zenekart. Müller Ádámot bemutatnám nektek, és ő pedig be fogja nektek mutatni magát a többieket. Tovább a többieket. Müller Ádám, ő basszusgitáron alkot. Majd ki fogunk térni rá, hogy milyen módon, meg stb. De egyelőre kérlek, mutass be akkor a kollégákat. Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. Mellettem ül a prímásunk, Zsabokorszky Ferenc. Hamar átpasszoltad. Kercek prímás. Így van. Mellette Farkas Béla, kiváló gitárosunk, és Kádas Gergő pedig ritmus hangszereken játszik, illetve a próbahelyet is biztosítja a számunkra. Én meg csak így bejöttem, leültem ide. A Galai András társműsor vezető. Igen. Részvényeket vásárolt, tehát ő bevásárolta magát a fotóba. 51%-on van, úgyhogy igazából az öntés hozatán. Sőt, monopól jogot élvez. Hatan tömörültünk ide be ebbe az adásképbe, ez elég ritka, mert ilyen sűrűn meg nem voltunk. Olyan, mint az iskolapadban, ilyen ülésrend. Kicsit jó is kell viselkednünk, lehet, hogy hátratett kézzel fogom végig levezetni a műsort, hogy ne legyen rám panasz. De inkább térjünk ki a srácokra, akiket én most, hogy hazajöttem Németországból nemrég, akkor először, egy másfél évvel ezelőtt hallottam rólatok, mint fűszeres formáció, előtte nem tudtam róla. Sőt, azóta voltatok másképp is, mert a Gergő, jól tudom, ő új tag a zenekarban. Volt itt egy kis mozgás, igen. Egy kis historit, ki tudna erről így konkrétan mesélni? Vagy a zenekarnak a történetéről egy kicsit. Én annyit tudok, hogy 2015-ben jöttetek össze elvileg, nem? Akkor alakult meg a csapat. Igen. Az egész valahogy úgy indult, hogy 2015-ben vettünk egy házat. A legfrissebb tag fogja elmondani. Igen, ugye nem a legfrissebb. Én úgy vagyok a legfrissebb tag, hogy létre, hogy igen, a születéskor is ott voltam, a nulladik percben. Értem. Ott fogantál. Az egész egy házfelújítással indult, amikor maradt egy... Nem loksz bele a szoba? Nem, honnan. Tehát maradt egy szoba, aminek poros volt az alja, ezt Bélán szóltotta is sokszor hallom, hogy annyi kábelt ritkán pucolt, mint annak idején, és akkor ott voltak ilyen házi bulis zenélgetések, és ott a Béla találkozott a Ferivel, nagyjából. Feri a Bélával. Feri a Gergővel. Igen. Én ott akkor, mint házigazda vettem részt leginkább abban a történetben. Aztán később egészült ki a zenekar Ádámmal. De itt át is adom a szót. Mert én akkor ott érőbb ideig kimaradtam. Értem. Tehát jött Ádám? Igen, jött Ádám. Az később volt, mert az volt a leírás, hogy egy kocsmában is verkedtek meg, akkor ez mégsem egész elhelytelen. De valójában igen. Egy kocsmában. Ja, hát exkluzivitással bírunk. Hát akkor azt ott nevezhetjük kocsmának egyébként, amik ott zajlottak. Igen, ez egy ilyen romkocsma volt. Igen. És először hárman ültünk le, Béla, Gergő, én zenélni, aztán jött az Ádám. És aztán így alakultunk, vagyis alakulunk mindig. Igen, igen. Ez a fűszeres név, ez onnan jött, nekem nagyon tetszik. Hogy igen, ezt pont szakadtam most kérdezni. Kurva jó név szerintem. Ez a fűszeres, ez onnan. Nyomtatok egy ilyen névgenerátort a Google-on, és ez dobta ki, vagy hogy jött ez a fűszer? Ez úgy jött, hogy egy számnak lett ez a neve. És aztán gondolkoztuk, hogy mi legyen a nevünk, ha már elkezdünk így komolyabban foglalkozni ezzel a zenekarosdival, és aztán erre esett a választás. De majdnem tejfokasztók lettünk. Volt egy ilyen változat is, mert akkor született a kislányom. Ó, hát gratulálunk. Igen, igen. Most 2 éves. És volt még egy vendégzenészünk, aki még lehet, hogy lesz vendégünk, a Somogyi Dávid. Vele játszottunk, és neki is akkor született a kisfia, és akkor ezért lehettünk volna tejfokasztók. Viszont maradt a fűszeres. Igen. Senki nem bánja, gondolom. Jó név. Igen, mivel itt ilyen idősebb családapák is vannak, azért ez a tejfokasztó. Kicsit. És nagyon sok fűszeres trió néven futott a zenekar, úgyhogy igazából hárman nagyon rövid ideig voltatok. Tehát
Tehát már sokkal többen voltatok, és mindig trió néven. Ott volt egy darab, még egy kis ellentmondás, de... Nem, mert ez így maradt. Ez jó, amit az, hogy fűszeres trió, és akkor halhatan voltunk, mert ezzel szoktunk vendégeket hívni, mert igen, arra igen. is kitérünk, gondolom. Igen, igen. De valahogy maradt így a triósok, így jöttek a vendégek. Értem. És akkor azt köztudott, hogy azért általában, sőt, mondhatom azt, hogy szinte csak saját repertoárból gazdálkodtok? Csak saját zenékből? Vagy vannak itt inkább ilyen átdolgozások is? Vannak átdolgozások is. Aha. És hogy kezdtek el születni a saját dalok? Az érdekelne még engem, hogy ez ilyen kis kulissza mögé vezessetek be minket, hogy mondjuk az Ádám elkezd passzerozni valamit, és akkor a Béla improvizatív készsége azonnal tud érni rá valamit jammelni. Megvártam volna, hogy végigmondja, és akkor mondanám, igen. Tehát ez volt a kérdés, és akkor a válaszom az igen, nagyon jó. És akkor várj, akkor még a Bélát kínoznám, és honnan pattan? Csak jön. Csak jön, igen. Hány éve gitározol? Ilyen nem ez egy jó kérdés. Régóta. Így született. Szerintem így született. Valószínű. Egyébként a komolyabbra fordítva, bár remélem is komolyabbra fordítani. Csak, úgy, csak egy, csak egy picit, picit szabad néha, persze. Egy de mégis az az érdekes, hogy a Bélával mi azért inkább ilyen rock blues vonalon mozogtunk már régóta, hogy mióta azt ne firtassuk, különböző zenekarokban. És a Feri pedig egy teljesen más zenei oldalról jön, ami számunkra volt újdonság. Gyakorlatilag így is születnek dalok, hogy ő hozza ezeket a nagyon kis dallamokat, amiben ugye teljesen otthon van. Nekünk ez meg egy kihívás volt, és akkor igen. kerestük azt a közös utat, de nem így erőtetve, hogy most akkor, hanem egyszerűen, ahogy mondtad, hogy elkezdés, ahogy... Ami férjen bele, igaz? Igen, és a stílust be kéne lőni, akkor igazából nálatok az belőhetetlen, tehát... Igen, igen. Azért fűszeres mindenből egy kicsit. Igen, erre tartom egy kicsit érdés, folyamatosan megölszed, hogy mindent kimondasz, amit le vagyok lassúba. Ez csak az 55%. De amúgy nagyon jó, hát igen. De amúgy nagyon jó, mert igazából minden hallatszik nálatok. Van ilyen népies, régi jazz elemek nagyon sokszor. Hát igen, azt inkább szeretjük, és akkor igyekszünk néha. Blues rock gyökerek úgy mondunk benne. Nem, őszintén először itt hallottalak titeket. Amikor volt májusban, hogyha jól tudom, volt itt egy koncert a kávézóba, én akkor hallottam titeket először, én előtte nem is tudtam, hogy léteztek, megmondom őszintén, és jó volt. Nekem nem ez a kifejezetten a zene, de nekem nagyon-nagyon tetszett, főleg a veled beszéltem, ezek a vers feldolgozások, az óriás, az hogy jöttem úgy? Hát úgy, hogy meghívtunk olyan embereket, akik szeretnek verselni, vagyis... Ilyen egyszerű. Vagyis, akik így szeretnek ebbe benne lenni. Hát az kiderült, hogy... Említi, jöttek próbáinkra. Hogyne, persze, igen. Persze, te Weber Józsi, a Kőszegi Csaba... Domba várják? Igen. És a Szülematyi is volt egy koncerten. A saját versek. De hát ezt úgy kell elkezdeni, hogy lejött a Józsi is a kis szakadt könyvével, ami látszott, hogy rongyosan van olvasva. De most eszembe jutott, hogy indult ez a Magyar Kultúra napja volt. És arra készültünk, és akkor gondoltuk, hogy legyen vers is, és hogy a zenékhez, vagy így a zenékkel együtt. Ráütetve. Igen. Igen. És akkor az Ádám szólta a Józsinak, akivel régebb óta ismerik egymást. Csabát meg megint csak ismerték, ő is egy és akkor jött a Fenyvesi Gábor, és énekkel meg gitárral, és közösen létrehoztunk egy produkciót. És volt ott egy másik zenekar, a Béla. Másik zenekarra. Mi a másik zenekarra? Van ilyen is, ez most meglepett engem, ezt nem voltam elég felkészült ezzel kapcsolatban. Van egy másik zenekarod? Van egy másik zenekarom. És játszom egy harmadikban is. Hála Istennek, igen. Nagyon jó. Lehet erről kicsit többet beszélni, vagy lehet, hogy egyszer vendégünk leszel újra az másik zenekaroddal, aztán a harmadikkal is, vagy ezt mondjuk, remélem. Milyen, te más stílus? Tehát ott más vonalon mozogtok? Gondolom, hát akkor nem kéne egy másik hát zenekar. Hát igen, van egy régi zenekar, amiben kezdtük közösen a zenélést annak idején, a Blues Factory, ami még a mai napig praktizál, nem sokszor már, de néha még fellépünk. És van egy alakulóban lévő formáció, ami dombovári zenészekből 10 éve alakul. Gergő mindent tud. Van a közös kapcsolat. Igen. Még nem mutattuk meg magunkat a nagy közönségnek. És az milyen stílus?
instrumentális jazz felé hajló jazz rock. Nagyon az, az is minden. Az nagyon jó. Abba is mindenféle van. Tehát ez a csapat is ugyanúgy beleférne. Igen, igen. Abba is. Értem. Sőt, egy-két próbára így néha össze tehát is futunk így. Értem. Tehát ez a pár fiatal ember itt többféle stílus le tud fogni. Sőt, egyedülálló módon, mert dombolára nem is nagyon tudok hasonlót. Rockzenekarok működnek. Viszont amit te említesz, hogy blues típusú jazz orientált dolgok, azok szinte nincs. Hát az úgy kéne vadászni. De nagyjából ott a környéken sincs. Azt nem tudom. Ennyire így. Aha. Igen, sajnos a kereslet se nagy rá erre a műfajra. Igen, igen. Úgyhogy elég nehéz lesz eladni magunkat, hogyha egyszer megpróbálunk kilépni. Jó napot, jó napot! Jó napot, jó napot! Tisztelet! Ez a élő adás. Igen. Nem akármilyen énekes is zenész. Igen. Igen. Üdvözöljük akkor ulan köreinkben. Semmi alkoholizálás. Pult alatt. Milyen hangszere játszik? Én? Minden. Villanycsengő. Amit a kezébe adnak, igaz? Bármi. Így van. Hordókon megpróbálnám például. Be kell szállni? Nem. Akár belehet, miért is nem, belehet akár. A zenés részbe jöhetsz majd. Persze. Éppen a kulisszák mögé jutunk be a fűszeres zenekarnak a magánéletét. Göngyölítjük. Az Ádámot akartam amúgy kérdezni, hogy ez a basszusrolás, ez nálad, ez is régre visszavezethető. Persze, persze. Mert ahogy én elnézem azt az élvezetet, meg azt az átélést, ahogy ezt játszod, meg úgy, hogy hát nem nagyon kell a bundot nézni, meg hogy most hova jövök, G-ből C-be, vagy bármi, tehát nem nagyon látok ilyen problémát felfedezni, ez visszavezethető régre. Köszönöm, de így van, igen, előtte én szakszofonoztam, csak aztán amikor a rock muzsikát megismertem, akkor valahogy az úgy félrekerült, és akkor ilyen 13-14 éves koromban, mint általában akkor az akkori fiatalok, fogékony voltam, és akkor elkezdtem vele foglalkozni. Meg jártam egy tanárhoz is, inkább hatással voltak. De leginkább szerintem, mint a zenekar és elemző, tehát inkább fűre tanuljuk a dolgokat, meg ezeket a hatásokat próbáljuk. Igen. Igen. Hát remek produkciók szoktak születni belőle. Gergő, és akkor te most, amikor beléptél, így ugrálok így a tagok közt, amikor beléptél most így, mint ritmus szekció, te hoztál egy Roland vagy Korga, mivel dolgozol? Egy Korga, igen, egy Electribe-on jelenleg. Kipróbáltunk több mindent, ilyen dobgép vonalon is, és most ez lett a legújabb, mert itt kicsit tágabbak a lehetőségek. Aha. Konkrétan bármit létre lehet hozni ezeken a pütyükön most már, csak igazából programozás meg szakértelem kérdése az egész, meg hogy mennyire tudjuk beilleszteni ebbe a formációba. Igen, itt, igen. Itt volt egy nagyon termékeny időszaka ennek az integrációnak, most az utóbbi időben talán esetleg háttérbe szorul, de vannak hosszú távon ilyen tervek, hogy az elektronika is némileg nagyobb szerepet kap esetleg. Tehát egy kis fúzió legyen benne. Igen, igen. Nem mindenhol, mert valahol nem állja meg a helyét, vagy nem tudja. Hát azért van a kajúdram is nálad. Igen, igen. Igen, azt is ütöd nagy előszeretettel. Meg láttam csörgő tojást, igen, is. Igen, igen. Tehát azért szerepelnek itt azért különböző dolgok még. Hát persze ez. Sőt, akár minden, mivel is lehet színezni. Nem akarok tippet adni, mert biztos ti magatok is tudjátok, hogy mennyi mindennel még. A fiatal ember az előbb mondta a villanycsengőt. Bellet vinni. Ja, vagy a mi is annak a háromszögnek a neve nem fog eszembe. Triangle. Na, vagy azzal esetleg, ez is tök jó. Nekem az ott teszem, hogy mikor volt az első fellépésetek, mint fűszeres, és hol? Múzeumok éjszakáján 2015-ben? Igen. Szerintem nem olyan régen alkotunk, hogy könnyű visszaszámolni. Igen. Akkor igen, 2015-ben. Nyáron az ott, akkor trióban, akkor még hárman. Július valami. A reménységnek az útvarán. És sok helyre hívnak amúgy titeket? Vagy hogy érzitek, hogy... Nem nagyon. hogyha utána megyünk, akkor el tudunk menni helyekre játszani. De úgy nem. Nem indultunk be úgy, mint zenekar. Igen, nem árta nektek akkor egy promóter, aki ezzel foglalkozik. Ez igen. Várjuk a jelentkezőket. Senki sem olyan típus a zenekarban. Senki sem olyan típus. Ja, itt megvan az örömzenélési szekció. És hát ennek van még egy oroszlán része, ami ez tényleg kell egy teljes ember, aki a fellépéseket tudja intézni. Sőt, összerántani a zenekart, hogy... Itt a teljes ember. Mikor a teljes ember. Nem, hogyha nagyon nézve, én próbáltam anyagot gyűjteni mulatok, és nagyon egyszer ott már nem volt. Még Wikipédia szócikkünk. És akkor hogy a fotel mennyire hozza az exkluzivitást? Tehát itt nagyon durva volt, hogy a weboldal ugye nincs, hogyha jól tudom. Facebookon láttam valamit. Ott igen, Facebook oldalunk már van. Igen, rátaláltam. Amit nagyon nehezen találtam, és azt is ma.
Itt a zene a lényeg, de sok pont azért megosztottak a fűszeres oldalon. Elég kényelmesek vagyunk. Például az egy évvel ezelőtti koncertfelvételt most néztük meg a közelmúltban, tehát ez úgy mindent elárul. Igen. Nincs az a nagy kaparászlás. De valójában nem is az a lényeg számunkra. Persze örülünk, hogyha tudunk helyeken játszani, de nem céloztuk meg ilyen hát ez abszolút terveket, hogy most akárhova befussunk, vagy igen. Valami. Abszolút rétegzene, nem is kíván akkora pódiumot, mint például egy AC/DC vagy bármi más, nem is ahhoz kéne hasonlítsam, de jogosan mondod, ezt arra akarok ezzel kitérni, hogy magamból is ki tudnék indulni. Nem az a lényeg, hogy most mindenhol ott legyek a legnagyobb színpadokon, hanem az, hogy örömmel, tiszta szívből tudjam csinálni ezt, amit csinálok, és szerintem ettől kurva jó az egész. Tehát jó tud kurva jó lenni. Persze, de azért jó, hogy egy picit szem elő lehet rakni. Természetesen, hát szerintem a Gergő a legalkalmasabb erre. Ez pedig ugye profi, tehát szerintem simán. Rádruházzuk ezt a feladatot, a Gergő. Köszönöm, majd naptal akkor. A te lelkeden fog száradni, hogyha fűszeresnek nem lesz idén még 8 fellépése. És akkor igazából akkor tükerestek meg a helyeket, hogy igen. Bekopogtok, sziasztok, mi lenne, hogyha? Pécsen volt egy-két fellépésünk így, meg itt a Mifászban. És milyen volt a visszhang Pécsen? Hogy éreztétek? Pozitív volt. Jó, hát ott se jöttek el olyan sokan, de... Sokan nem is tudtam, hogy elég pici hely volt. Miért mennyien voltak? Legalábbis pozitívnak értékeltem. Mert itt elég sokan voltak, arra emlékszem. Itt teltház volt. Igen, itt a kávézóban igen. És figyeljetek, egy utca zenére kimennétek esetleg, hogyha most arról lenne szó, hogy menjünk az utcára a fűszeres zenéjen egyet, mondjuk valahol Dombovár valamelyik. Mert csak azért, mert abszolút alkalmas a stíl. Egy generátort. Igen. Nem miért, mert van ugye állam, te jönne lenni? Benne, csak nem úgy, mint a Woody Allen, amikor ment a Gordonkával a fúvós zenekar után, tehát nem úgy, hanem valami másmilyen. Amúgy a Woody Allen képzett, játszik jazz zenekarban, gondolom, hát nem kell, hogy mondjam, igen. Nem is a filmben ilyen, ő maga válogatja a betét dalokat. Nagyon jó. Igen, kellemesen őrült figura egyébként. Igen. Már többé. Onnan jutott eszembe ez az utca zenén, és van egy másik projektje ugye a Viktornak. Lehet, hogy egyszer összehozzuk, hogy titeket is kiviszünk az utcára. Hogyha benne vagytok. Ugyanígy ez a kis molinót lesz, meg fogjátok találni, hova kell jönnötök, ezt kirakjuk, és akkor oda kell találni. Ennyi az egész, és akkor ott összehozunk egy utca zenét. Ha idén nyáron már nem tudja az időjárás, hogy fogja engedni ezt, meg a ti időtök, de én nagyon örülnék, hogyha maga az utcember is felkapná ezt az egészet, mert amit csináltok, hamarosan meg fogja mindenki hallani, aki még nem hallotta, és hát én várom már nagyon, hogy elkezdődjön ez a zenén. Igen, szeptember, ugye? Szeptember? Én nem, én most arról beszélek, hogy ők itt... Ja, azt mondom, hogy te. Nem, hogy ők itt a maga fűszeres mindjárt neki áll játszani, és azt várjuk igazából, szeretnék már ezt közvetíteni. Benne vagytok, srácok? Beszélgethetek is még, tehát... Ezért szívesen muzsikálunk. Inkább talán azért inkább, jobban inkább. Az erősségünk, mint az. A vírus az megállja a helyét az utcán így, az biztos, hogy ez... Amúgy szerintem egyértelmű, ez különben... Tökre működik. Csak még annyi, hogy még a központi bizottságnak erről döntenie kell, mint általában. A központi bizottság. És beírjuk a brigádnaplóba. Le kell vonulni a föld alá, és meg kell beszélni. Meg kell iktatni, igen, így van. A konkurens műsorról beszéljünk, Gergő, vagy nem? A szuterénről? Igen, igen. Értettem, mert nem szoktunk mostában állapróbálni a szuterénbe, és kiugrott egy, hogy a szuterén a műsorotag jutott színbe, hogy na. Nagyon jó, de megfogtok minket aztán, hogy amikor ugye zenéltek és próbáltak. Köszönjük. A szuterén lát. Fotol a szuterénban, miért? Szóval arra gondoltam, hogy amikor néha úgy összeálltok, és próbáltok, miért nem jelentkeztek be élőbe? Hát az emberek látják, hallhatják. Mert az egy sajátos atmoszféra egyébként. Ezt nem akarják kiadni. Hát aki eljön, az meg tudja nézni. De lehet, hogy majd meghirdetjük Facebookon, hogy... 30 évre titkosít. Meghát látni kéne. Aki érti, az érti. Olyan próbáim, mint az igazi régi buszkocsmák. Volt olyan próba, hogy a pálinka főző alatt ültem, fölöttem a cső, tehát... Nagyon jó. Ez egy igazi underground. Igen, amúgy van egy elég erősen egy ilyen vonulat is ebbe, ha lehet így mondani, hogy ezt a régi blueskocsma hangulatot, amiben Béla elég jelentősen benne volt,
Ezt egy kicsit úgy visszahozni. Amúgy szerintem nagyon jó lenne. Igen. Hát, hogy ez egy ilyen jammelős dolog is legyen, azért hívunk sokszor vendégeket. Igen, igen. Hogy legyen egy ilyen város megmozgató. Hát meg amikor nem a külsőségről szólnak a dolgok, hanem tényleg... Egy közösen itteni zenészekkel, másokkal itteniekkel valamit létrehozni. Hát igen, azt látom, hogy ti is nagyon kerülitek azért a mainstreamet, tehát ezt a, hát nem, ezt a külső világot, ami nem arról szól. Nem kerüljük, nem vagyunk benne. Vagy ők kerül minket. Vagy ők kerül, nem tudjuk. De attól függ, mit nevezünk mainstreamnek. Vagy mi. Értem, mire gondolsz. Tehát én úgy gondolom, hogy ti az a fajta zenekar vagytok, akik nem a külsőségekre adtok egyáltalán, és nem azzal vagytok elfogadva, hogy most éppen 1500 vagy 1510 lájkotok van, hanem nektek jó az, hogy elmentek egy helyről, van 30 ember, szépen jammeltek, megtapsolnak, jól érzik magukat, és ti teljesen elégedettel jöttek utána haza. Tehát erre gondoltam, hogy nincs bentek rossz érzés, hogyha 10 vannak, vagy hogyha 100-an. Ugyanaz számotok. Ugye ezt elmondhatjuk, hogy a bizottság jóváhagyása, hogy ez így van. Egy hangú döntés alapján. Na mondjuk örültünk itt a Tinódi kávézóba, hogy így sokan eljöttek. Így, én nagyon meglepődtem, így, hogy ahhoz képest, hogy sokszor egy budapesti koncertre egy ekkora helyen nagyon jó zenészek vannak, kevesebben mennek el. Hát lehet, hogy azért is, mert telített, igen, telített a piac, de hogy úgy valakiket megmozgatott a zenénk, és ez jó érzés. Mindenképpen, persze. Ja, én nagyon meglepődtem rajta. Tehát én teljesen poénba foglaltam azt a... De nem azt mondták, hogy kell. Hát mondom, jó, hát akkor eljövünk, megnézzük, kíváncsi voltam, mert soha nem hallottam. De amikor bejöttünk, mi is kicsit később, már majdnem, hogy kezdtetek. Hát ledöbbentem rajta, hogy se egy ülőhely, az ajtóba végig álltak az emberek. Igen. Nagyon jó. Mondom, na. Behúzták szépen. És szépen behúzták. A járását, nem is tudom. El lehetne azt is ilyen agyapultan játszani amúgy. Jövőbeli tervek, esetleg én mondjuk mindenképpen örülnék, én magam, hogyha megjelenne valami, vagy nem tudom, lehet, hogy van már albumotok, vagy valami stb. Van egy Hello. Szia. Hello, viszlát. Van egy stúdió felvételünk, 4 számot felvettünk egy éves Somogyi Dáviddal, aki Darbukán közreműködött. Megvan a felvétel. Csak nincs közre. Őrizzük. Nem adtuk közre, de nem azért, mert hogy annyira nem lennék megelégedve, csak valahogy megrekedt ez a folyamat is. Tehát van egy albumot, és nem adjátok oda, értem én. De hogy Viktor kijavítsam, én is örülnék. Amúgy, ugye? Nagyon kiemeltetek. Szívesen hallgatnám amúgy. Amúgy én is. Mert jó, hogy ha több hangon. Ezt küldjük szívesen. YouTube-on találtam egyet, 43 perces, azt végig hallgattam, az jó volt. Abbocsátom a videót is. Ez egy stúdió felvételt. Fent a Gábornál a stúdióban múltkor hallgattam tőletek valamit, van nála is egy... Igen, nála is van. Megrekedt. Mi még nem hallottunk. Én hallottam, hát azt így kikeverve, szépen mindent a helyére illesztve, kompresszálva, ugyebár meg stb. Tök jó a hangzás, én nagyon várnám, úgyhogy... Csináljunk egy albumot. Nem, most már kezdek rájönni, hogy tényleg kell egy ember mellé, aki tényleg ezekkel foglalkozik. Most látom, hogy úgy eltűnnek a dolgok egy félúton. Félúton vagy a Facebookon. Az a vagy ebben a közösségi médiában, hogy igazából szerintem egyikünk sincsen benne. De te szerintem nagyon értenél hozzá amúgy. Nem az, hogy benne lenni, hanem, igen, hanem az összes háttérmunkát. Csak idővel szerintem én állok legrosszabb. Mindenki közül mondjuk. Akkor át kell adnod a tudásodat. Igen, egy ifjú padawannak, így van. Hát lehet, hogy majd lesz egy jelentkező, aki úgy lesz vele, hogy megcsinálj nektek szívből, mert tetszik, amit csinált. Én örülnék neki nagyon. És én is nagyon örülnék neki, ez nagyon fontos. Nem csak a Viktor. Mi nem vagyunk akkora a szociál média, meg nem is tudunk akkora háttértámogatást nyújtani, de velünk nagyon szívesen állunk elébe annak, hogy kooperálni. Tehát ezt az utcazenét, ezt nagyon szívesen prezentálnánk. Ezt például nyugodtan meg is beszélhetnénk majd. És ezt küldjük élőadásba, hogy lássa meg a nagy világ, hogy kipakolunk ki vagyunk. Dombovár Zsufolt belvárosában valóban. Kipakolunk. Ezt meg kell csinálni, Ádám. És gondoljátok rá. Nekiálltok, üzenéltek egy 2 órát.
másfelet egyet. Kell, amennyit jó esik nekik. Estik ott nyomnak, jól esne nekik. Főidőben kell, amikor mindenki bevásárol, akkor is ott vannak, van. Látják, kénytelenek elmenni mellett. De ne a Tesco parkoló menjünk. Nem, ez reklámot a Tesco-nak. Termék megjelenítés. Eljött a pont, hogy elkezdjünk zenélni. Igen, igen. Köszönjük, hogy szerkeszted a műsorokat. Jó, még a hangszerekre, amit ki szerettem volna térni. Még ki szerettem volna térni a technikára, például a te hegedűd, az mi fából készült? Ez egy akusztikus hegedű. Egy hangszedővel megspikelve. Igen, igen. Amit néha leveszek. Észletlen pali. Én imádom, komolyan. Óriási. Igen. Fűszeres arca, ugye? Mert egész másod szól, amikor rajta van. Egyébként. Ha jól rakod fel a hangszedőt, akkor nincs hamis hang, ha rosszul rakod fel, akkor egyre több, nem? Valami ilyesmi jellemző rá biztosan. Ez is tud zörögni, úgyhogy ez a hangszedő. Bélát látom, hogy egy Ibanezzel dolgozik, a Gergő Rolanddal. Korgal, bocsánat. Korgal, az Ádám pedig. Egy Fender Jazz Precision. Hoppá. Majdnem 1 millió forint, lehet mondani. Ne beszéljünk az áráról. Már mindegy. Akkor gyorsan. Hát a családtagok is nézik. Magas értékű gitár. Gyorsan el kell adni akkor. Gyorsan el kell adni, így van. Hazafele kirabolják szegény. Szerintem mindenki várja, hogy zenéljen a fűszeresnek. Így van, igen. Most lesz egy pár percet határszünet, a srácok már bepróbáltak, minden jól szól. Úgyhogy csak annyi, hogy elviszük innen a jó kis iskolapadunkat, és akkor teret adunk a zenészeknek. Egy pár perc múlva folytatjuk, addig mindenki menjen. Mit szokott mondani a Fábri? WC-re vagy hova menjenek? Bárhova mindenki. Kisülni kakil, nem tudom. Segíts ki, Galeszt. Nem tudom, tényleg mit szokott nem mondani. Nem tudjátok ti se. Na mindegy, na, akkor ne utánozzuk. Jó? Mindjárt jövünk, és akkor folytatjuk. Ja, figyeljétek a fotót, legyetek résen, terítésen.